Göllner Mária nevét vette fel a Káposztásmegyeri Waldorf gimnázium, amely idén szeptemberben nyitotta meg kapuit a diákok előtt. Göllner Mária a magyarországi Waldorf pedagógia megteremtőjének nevét vette fel a Lakkozó utcai Pesti Regionális Waldorf gimnázium, ahol idén kezdhették meg tanulmányaikat a diákok. Az iskola aulájában megrendezett névadó ünnepségen Vekerdi Tamás pszichológus, a Waldorf módszer támogatója, megnyitó beszédében örömét fejezte ki, hogy ez a nap eljöhetett. Tulajdonképpen egy szót kellene csak mondani, hogy öröm, vagy jaj, de jó, vagy inkább hurrá, hogy létrejött valami új a magyar Waldorfban, ami a megújulás jele, és ezek szerint a Waldorf képes a megújulásra. Valami olyan, ami azoknak a gyerekeknek, bocsánat, azoknak a fiataloknak jó, akik kilépnek egy tágabb világba, mondjuk a 8 osztály után, egy olyan világba, ahol sokan vannak, akik máshonnan jöttek, sokan vannak, sokan lesznek, reméljük, akik az ország különböző részeiből jöttek, ezekkel mind megismerkednek, és egyáltalán sokan lesznek. A megnyitó beszédet követően az alig 3 hónapja együtt dolgozó évfolyamok közös táncával, euritmiával folytatódott a program. A névadó ünnepségen Újpest polgármestere és dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő is részt vett. Wintermantel Zsolt köszöntőjében kiemelte, Újpest városa ismét gazdagodott. Ahogy a keresztelő mindig azt jelenti, hogy gyarapodott a család, ez a névadó ünnepség is azt jelenti, gyarapodott az újpesti közösség, valami új dolog született, amitől több, gazdagabb lett a városunk. Elhivatott emberek, hivatások iránt elkötelezett pedagógusok, egy kis csoportja összetalálkozott, közösen megálmodtak egy új iskolát, és megvalósították. Egy eredetileg is iskolának szánt épület visszanyerte eredeti funkcióját, amikor 2013. augusztus 31-én itt Újpesten megnyitott a kapuit Közép-Európa első regionális Waldorf középiskolája. A gyerekek a támogatást egy szál virággal és emléklappal köszönték meg. Az ünnepséget a Waldorf iskolák műsora zárta.